a Vashosszúfalui Tájház és kiállításának rövid bemutatása. Kedves látogató, üdvözlünk Vashosszúfaluban! Ismerd meg falvainkat, a Tájházak útja, örökségünk a jövőnk, értékekre alapozott turizmusfejlesztés a Szlovénia-Magyarország határregióban projekt keretében. A projektet az Interreg 5A Szlovénia-Magyarország együttműködési program támogatja. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Tájházunk Vashosszúfalu településen található, melynek első említése 1732-ből származik, Huziu Peresztek néven. Ez a 15-16. Században történt névcserével alakult át Hosszúfaluvá, amelyet a megye nevére utaló vas előtaggal egészítettek ki 1907-ben. A falu fő utcáján helyezkedik el a tájház, melynek pontos építési ideje nem ismert, de valószínűsíthetőleg az 1800-as évek végére tehető, és a nyugat-dunántúli háztípus jellegzetességei figyelhetők meg az építési stílusban. Épülete L alaprajzú, bejárata oldalt helyezkedik el. A ház folytatásában korábban állt egy fészer, valamint kisebb gazdasági épületek, ólak, amiket az elmúlt évtizedekben elbontottak. Az udvar végében a telekre merőlegesen állt egy vályogfalu, eredetileg zsuppal fedett pajta. Ennek falai még részben láthatóak. A 2019-től tájházi státusszal, magántájház és helyi védettséggel rendelkező ház beosztása napjainkban a következőképpen néz ki. Előtér, két egymásból nyíló szoba, konyha, kamra, spájz, istálló elrendezésű, azonban a jelenlegi előtér egy későbbi hozzáépítés eredménye. Az épület falai vegyesen kőből és vályóból épültek, teteje cseréppel fedett. Utcafrontján három kétszárnyú ablaka van, amelyek fából készültek, zsalugálteresek. A ház oromzata az ablakok körül, illetve középen végigfutó vakolat díszes, lábazata festett. Az épület belépve berendezett helyiségekkel találkozhatunk. Az itt található bútorok, használati eszközök és egyéb kiegészítők egy több éves gyűjtési folyamat eredményei, melyeket Vashosszúfalu 10-20 kilométeres mozzás körzetéből gyűjtöttünk össze felajánlások és ajándékozások révén. Elképzelésünk szerint azt az életmódot és lakásbelsőt szeretnénk komplex módon megmutatni, ami tükrözi a mai fiatalok szüleinek, nagyszüleinek korát, így a gyűjteményben különböző korszakok, idősíkok tárgyai egymás mellett találhatók meg, az 1800-as évek végétől kezdődően napjaink használati tárgyaik széles a paletta. Az épület szürke kőlapokkal burkolt előterébe lépve egy tárolószekrény látható, előtte egy kör alakú asztal két karos fotellel, melyek az 1960-as években megvásárolható B2 típus bútor garnitúrájának darabjai. Ezt a részt később építették a házhoz. Innen jobbra fordulva jutunk egy kisebb betonpadlós, majd ezen keresztül egy nagyobb hajópadlós szobához. Mindkét helyiség mennyezete gerendázott. A kisebb szobában balra egy varrógép található, felette egy nagyobb tükör és fali óra, ezek mellett az ablak irányába különféle pipereszközökkel, egy fésülködő tükröt, a sarokban pedig egy heverőt láthatunk. Az átellenes oldalon szekrény, toalettükör, rajta porcelánok és egy komód van. A komódon rádió. A szoba közepén egy kis asztal helyezkedik el, a falakat szentképek díszítik. Tovább haladva a nagyobb szobában, tulajdonképpen a hálószobában találjuk magunkat. Itt típusbútorokkal, centrálisan berendezett enteriőrrel találkozhatunk. Balkész felől a szoba konyha felé eső oldalán egy varrógép és egy öntött vas oszlopkályha található. Az ágy a szoba közepén áll, amit mindkét oldaláról szekrények zárnak közre. A szekrényekben különböző korokra jellemző textíliák találhatók. Az ágy végében asztal áll székekkel. Az utcafront felé eső oldalon a két ablak között toalettükör kapott helyet, balra tőle bölcső, jobbra a sarokban éjjeli szekrényeken régi típusú rádió és írógép látható. Az ágyakkal szembeni falon egy kisméretű asztal található két karos fotellel. A falakat szemképek díszítik, középen egy eredetileg petróleummal működő lüszterlámpa lóg a mennyezetről. A szobában további használati tárgyakat, például csizma lehúzót és porcelánokat is láthatunk. A kiszobán keresztül visszatérünk az előtérbe, innen ismét jobbra fordulva jutunk a konyhába, ahol az előtérhez hasonlóan szürke kőlaborítás található. Az ajtóvonalában a jobb oldali falon egy fémvázas mosdóállvány áll mellette egy lemez takaréktűzhely, alkalmazása a füstelen, tiszta levegő főzőterek kialakítását tette lehetővé. Ezen és a felette lévő kisebb méretű polcon edényeket, vasalót és egyéb konyhai kiegészítőket, a földön zsíros bödönöket találunk.
Az ajtóval szembeni falnál egy nyitott polc, mellette egy kékre festett tálalószekrény sok cserépedénnyel, mérlegekkel. A konyha közepén asztal, tőle balra a kenyérsütés eszközei találhatók, szakajtók, szitták, a kenyértészta dagasztásához előkészített teknő és több kis teknő is, valamint a sütőlapátok. A konyha falán hímzett falvédők és cseréptányérok láthatók. A világítást lüszterlámpa biztosítja. A konyha másik ajtaján kilépve jutunk a gerendázott mennyezetű kamrába. A kamra két részből áll, a konyhajtóval szemben egy kisebb leválasztott helyiség, a hatszögű téglaburkolattal ellátott spejz. Itt jobbkéz felől kosarakat, hurkatöltőket, vállingokat, nagyobbacska zománcozott mosogatótálakat, konyhai edényeket látunk. Szemben egy üvegezett tálalószekrény, amiben kerámiák kerültek elhelyezésre, valamint balra tőle két nyitott polc, amelyen többek között zománcos edények, tányérok és húsdarálók kaptak helyet. A földön különböző konyhai eszközök vannak, például zsíros bödönök. A kamra nagyobb része téglával burkolt, ez a tér kiállítási egység, és egyben raktár is, legtöbb tárgya a szőlőfeldolgozáshoz kapcsolódik. Több hordó, dézsa, daráló, kétprés és lemez, permetezők is találhatók itt. A felfüggesztett rúdon csizmák lógnak, és zsákok vannak ráterítve. A földön kópicok, más néven zsombor, vagyis szalmából font terménytároló edények, fonott korsók kaptak helyet. A szemközti falon falvédők alatta pedig rokkák helyezkednek el, az ajtón kilépve ismét az udvaron találjuk magunkat. A házhoz tartozó utolsó épület az istálló, padlója döngölt föld, mennyezete gerendázott. Érdemes itt is bekukkantani, hiszen sok érdekes eszköztárgyat fedezhetünk fel, mezőgazdasági eszközöket, például favillákat, gerebjéket, darálókat, de megtalálható itt a gabonatárolásra szolgáló gabonás, valamint az eredeti funkciónak megfelelően az állatok etetője is. Az udvara visszatérve sétáljunk itt egy kicsit. Ide tervezünk kialakítani egy gyümölcsös kertet, ahova őshonos almakörte, cseresznyemet, szilva, kajszibarack, facsemetéket ültetünk. Ezen gyümölcsfajták ellenállóak, nem igényelnek permetezést, egészségesek. Az udvar végében láthatók az eredetileg vályogfalú zsuppal fedett régi pajta maradványai. Az épület jelenleg magántulajdonban van, a helyi farkas család viseli gondját, szépítgeti, újítgatja. Bár legtöbbször csendes az udvar, a tájház megnyitása óta folyamatosan rendezünk itt különféle programokat, ilyenek a szüreti mulatság, a karácsonyi vásár, a helyi termékek burok kóstolója, a kertmozi, a zenés rendezvények és a nyári táborok is. Ezek kiváló közösségi alkalmak, ahol az emberek tudnak találkozni, beszélgetni egymással és új ismerettségeket kötnek, valamint megismerhetik hagyományaikat, hogyan éltek felmenőik. Kövess minket a Facebookon, hogy ne maradj le programjainkról. Ha tetszett, legközelebb is szívesen visszavárunk.